Vasárnap, március 3-a. A teremtő ajándéka, a mosoly. Prédikátorok könyve, 12. fejezet, 3 és 5. verse. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. És megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrző leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők. Tudtad? Minden ember egyedi új lenyomattal és fogazattal rendelkezik. A fogzománc az emberi szervezet ásványokban legtelítettebb alapanyaga. Hajdanán, amikor még nem léteztek fogorvosok, a foghúzást a kovácsok és a borbélyok végezték. A legdrágább foga Isaac Newtonnak volt. Annak idején 730 angol fontért adták el Londonban, ami 70.500 fontnak felel meg a 2019-es árfolyamon. Egy tanulmány szerint a nők átlagosan 62-szer mosolyognak naponta, a férfiak 9-szer, a gyermekek pedig 400-szor. Egy személy átlagosan 50 másodpercet fordít fogmosásra. A javasolt időtartam 3-tól 5 percig. Az első fogimplantátumok Krisztus előtt 600-ból származnak. Egy maja nő állkapcsába fogalakúra faragott kagylókat ültettek be fogak helyett. Megjegyezendő, hogy a kagylók körül csontnövekedés jelei mutatkoztak, ami arra utal, hogy az implantátum működőképes volt. Az egyiptomiaktól származik a fogtisztító eszközről készült első feljegyzés, ellenben Kínában készült az első tüskés fogkefe. Egy amerikai kutatás szerint a megkérdezettek 57%-a azt nyilatkozta, hogy általában a mosoly az első, amire felfigyel egy másik személynél. Most talán arra gondolsz, hogy miért lenne fontos akár egyetlen fog is. Egyáltalán kiveszi észre, ha nem ápolom a fogaimat? Tévedés elhanyagolni, vagy másnapra halasztani a szájhigiéniát. Hiszen ez az apróság, miközben vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is. És mégis minden szerv, amit a Teremtőtől kaptunk, hozzájárul egészségi állapotunkhoz, örömünkhöz és szervezetünk jó működéséhez. Isten figyel a részletekre. És ne feledd, az apró szokások hatalmas jellemet építenek. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Lukács 16. fejezet 10. verse.